tudjátok, az SF az már elég régóta a csatorna egy fő tartóoszlopát képezi, és ma sincs ez másképpen, mint egy picike SF-et fogtok talán kapni, a háttérben pedig majd beszélgetünk. Most ellobni a zenét nem kellene, mert copyright. Bár így is már kaptunk egy csomó copyrightot. Na mindegy, szóval csapassuk, beszélgetünk, meg közben farmolom a dolgokat. Adi, meséljétek el, hogy megvettétek már a tököket, kész van-e már a faragás, ha nem, akkor miért nem faragtok tököt? Mert én bizony beszereztem, nálam bizony megvan a tök, de majd csak holnap lesz tökölés. A menetrendet nézzétek meg, mert kiírtam mindent, átírtam mindent, bele van írva, duplán fogjuk csinálni. Tehát rég volt már hasonló tematikájú stream felépítés, mint ami most lesz így, mert úgy csináltam meg, hogy holnap is ketté osztom a streamet, illetve kedden is fixen, tehát hogy nem az lesz, hogy nekiállunk és duratjuk ezerrel egész nap 0-24, hanem azért tartok benne egy kis szünetet is, meg hogy magamra is gondoltam, hogy nekem is legyen egy kis feltöltődésnyi időm, szóval így készüljetek majd, de mondom, ott van a DC-n a leírásban minden is. Hát mivel nem, az Enevára nem tudsz sokat, Ábel, nyugodtan rendelj onnan, minden kód eddig működött, amit én onnan vettem vagy kaptam, a support is tökéletes, szóval bármi gond van, akkor fel tudod velük venni a kapcsolatot. Ja, nálam is mondom, mi ez a kooperáció. Szerintem már idestova, hát nem is tudom, 2 éve talán, kb. 2 éve, szóval enneba csekkoljátok le felkérhető enneba, és akkor ott van minden a linken, szét tudtok nézni, vannak Halloween-i akciók is, szóval érdemes begyűjteni a dolgokat. Szevasz DNK, szia-szia! 3 évig minden évben faragtam, de már 2 éve, hogy nem, már nincs meg a feeling. Mi az, hogy már... Ó, azt nézd, itt is milyen... Azt a mocskos, milyen bögyös, csak akarom mondani. Ez a fekete az eléggé hivalkodó, de szimpatikus a kis csajszik. Nekem idén kézileg faragott nem lesz, mert drazsé megrágja, de amúgy annyi mű van, hogy nem is hiányzik. Hát de... Tedd fel valahova, ahol drazsé nem éri el. Gondolom én. Biztos van olyan hely, ahol nem éri el drazsé. Tudti, hogy van. Mit akartam? There you are. Oké. Okay. Most időre fogunk menni. Idő alapján. Meg kell szerezni a 25-ös szintet első körben. Szóval ezt én behúzom. Értelem és kitartás. Hát akkor a kitartás miatt azt arra dobom. Igen. Értelem, az most nem kell, kitartás, szintén, erő, ó, ez még jobb. Alig vártam már, hogy felüljön a streamet nektek, itt zsongtam, lett volna még 1000 dolgom, amúgy is mindig ilyenkor havazok el, mindig streamre készülve. Nagyon sok minden történt, ezt szerintem nem csak nálam, hanem más streamereknél is fogjátok tapasztalni, szerintem. Most a, nem tudom, a Twitch-on kinézte ki, nem, most volt, és ott mindig vannak ilyen különböző bejelentések. Most elméletileg, hivatalosan is megerősítette a Twitch azt, hogy most már náluk is lehet multi-streamingelni, ami azt jelenti, hogy egyszerre mehet YouTube-on is, meg akár Kikkel is, vagy akár mind a 3 platformon a stream. Meg lehet ezt így csinálni, ha bírja a gépetek. Mert eddig tudjátok, ha Twitch-en streameltél, akkor a TikTokot kivéve máshol nem lehetett. Szóval se YouTube-on, se Kikken, most már lehet ezt is csinálni. És ez eléggé megnyit sok-sok kaput, ha azt nézzük, mert oda-vissza mennek már a balanszok. Bár még mindig kérdéses ez a dolog részemről. Már csak azért, hát szerintem látják azt, hogy kopik a platform. Tehát ezt ti is látjátok, erről beszéltünk, hogy nagyon, tehát egyre kevesebb a nézőszám, valaki úgy csinálja, fellövő Twitch-en a streamet, aztán azt mondja, hogy gyertek át YouTube-ra, vagy gyertek át Kikre, mert ott is streamelek, és akkor az emberek meg átmennek. Nem az összes, de valamennyi átmegy, plusz még az ott lévő rész. És akkor ez így elveszi onnan az ember tömeget.
Gondolom ezért is jutottak erre a döntésre, amit amúgy megértek, és támogatom ilyen téren. Bár még a YouTube-bal azért hadilábon állok olyan téren, hogy a YouTube-on, mint gaming, nem tudom az mennyire lenne működőképes. Viszont lehet, hogy holnap megpróbálkozok azzal, hogy nyomok egy multi streamet, ez még nem biztos, majd a tök faragó streamet, hogy mindenhova is kistreamelem. Nem csináltam még ilyet, nem is tudom a gép hogy bírja, de majd megpróbálom, mert tudjátok, most így karöltve a TikTok meg a Twitch az most is megy, szóval most ott is megyek, megy a stream, bár az, a TikTok egy megint érdekes platformot. A gamingben az érdekes, mert például most írták, hogy kaptam 10 perc ennyi-bennyit, mert hogy statikus képet közvetítettem. Ami azt jelenti, hogy van valami, és nem történik semmi más 5-10 percen keresztül a streamen, és az neki nem jó. Szóval az, hogy én ezt az ízére jöttette a stream kezdésre. Tudjátok, a start soon, az ki volt írva, és az ment 10 percig. És arra azt mondta a TikTok, hogy hát ez egy statikus videó, és hogy ez nem lehet. És ezért korlátozta a megtekintést 10 percre. Tehát, hogy ilyen fasságok vannak. Ja. Tehát, hogy ez érdekes. Szóval most 10 percig, ha csak ti nem mentek át oda, akkor nem fogja nagyon kiajánlani senkinek a live-ot. 10 perc után meg majd kidobja. Talán csak tehát ilyenek, de YouTube-on nincs ilyen. Azt tudom, csak elég nehéz így is. Mert hogy most ha kiket nézem, tehát a kikről nem tudok áthúzni embert, mint a TikTokra, YouTube-ra, a Twitch-re, lehetetlen, mert alig ismerik a platformot. Fordítva viszont menne, szóval hogyha mondjuk YouTube-on meg kikkel streamálnék, akkor biztos, hogy mondjuk átmennének utána oda is. Hogy na jó, akkor megnézem ott is mi a helyzet, vagy ha TikTokról húzom be az embert, és hogy gyere át YouTube-ra, vagy kikre, vagy Twitch-re. Csak annyira nehéz tartani ezt az ütemet, hogy nagy a verseny olyan téren, hogy tartalomgyártás ügyileg. Mindenki már tartalomgyártó, nagyon nehéz újat mutatni folyamatosan. Mert lehet, hogy valamit jobban tolsz, de a másik már csak azért nyitja meg, mert máshol már fixen látta, és úgy van vele, hogy az úgy jó volt. Vegyes vágott. És... hát ez, hogy így mindenki próbál picikét alkalmazkodni, talán majd nekünk is több lehetőségünk adódik ilyen területen, hogy még több embert tudjunk, mint tartalomgyártók. Becshalni, ide vonzni. Úgy aztán az olyan jó fej emberek is megtalálják egymást, mint akik itt vannak live-ban. My new squire. Megartam, melyik a gyerek többet, legyen ez. Hát Csipi, most a... vegyes vágott volt van, mert valamikor úgy csináltam, hogy tudod, ilyen a videó ment, amit láttatok. Most viszont ez a Halloween-es ment, ami csak ez a pulzálós, hamarosan kezdünk kategória, és az ment 10 percig is. Arra azt mondta, hogy az neki túl statikus volt, és we have to talk. Ennyi-bennyi. Mondom, köszi. Szóval, sajnos ez ilyen. Mizukizu, mi a helyzet? Mesélj valami jót. Vagy rosszat. Amit történt veled. Viszont lehet, hogy csinálok izért teát. Lehet, hogy csinálok teát, srácok. Jó? Így hogy mindjárt vagyok. Egy pill és érkezem.
Na, bocs, inkább kávét csináltam. Szóval inkább kávét hoztam magamnak. Bodzásmentási limonádét van. Kaffé. Úr, Isten. Köszi szépen. Köszi, Nixi. Szavasz, Bálint. Úgy gondoltam, hogy nem akartam teát, mert mondom, az lehet, hogy tudod, ez a beálmosít. És inkább mondom, hozok kávét most, mert később, ha iszok, akkor még nem tudok majd aludni, és reggel is már stream lesz, szóval nem akarom azt, hogy túlságosan így. Soon you'll have too much tension on the bow. Felpörget, aztán sose áll meg a szívem. A végén. Szia. Na. I need someone to make an adventure. És nagyon sok XP-t kéne összekaparjak, mert szeretném azt a 25-ös szintet összemarni. I'm looking for... Csak meg lesz már. There you are. Hello. Hát mindig is élőbagoly voltam, meg maradok is, nem arról van szó, szóval megszoktam már, hogy még sokáig fent vagyok. Bár nem tudom mennyire jó. Ezeket megszokom. There you are. Nálatok is fos idő van amúgy? Why are you wondering? It's all so... Egész nap esett konkrétan. Can you help me? De amúgy az jó. Mármint olyan szempontból, hogy nincsen 40 fok, aminek én örülök, plusz az emberek is jobban bevackolják magukat, ami szintén jó. Főleg, hogyha egy jó tartalom fog jönni, ami nem sokára lesz, ugye, mert az MMV2-t fogjuk pörgetni, szóval... Visszanéztétek a régi vodot, vagy valaki látta már az MMV2-t? Képben van a sztorival? Remélem. Napra készen jöttetek a streamre? There you are. Elverem a seggeteket, ha nem. Haló. Haló. Hát persze, nem készültek. Szia, Sioru. Igazi horror idő van? Amúgy tényleg kizú. Abszolút. Ah, there you are. De csak jó. Jobban tudtok... jobban tudunk azonosulni majd a game-mel. Én már nagyon várom. De tényleg. What do you want? Szevasz Zenin, hello, hello, sziasztok srácok. Kb. Egy 3-4 óra. Kb. 40 perc. És kezdünk majd. Nyugtatót készítsek ki. Te toltad, Kizu? We can help each other. Szevasz, Zenin. Hát, Halloween van, vagy mire gondolsz? Halloween-es style van most esetben. De ilyenkor mindig ezt szokott menni. Berakják a kis csöcsös csajszit. It's all so unfair. Itt van, ki látod? Tehát, expedíciós esemény, bolond gombaszület, kipucolt klotyókora, állhatatos állatok áradata, elképesztő erőd fesztivál. Tehát, hogy... Ezek ilyenkor tök jó. Az ehhez 50-es szint kell. De ja. A karaktered kinézete? Hát... Talán, minim, a kontúr talán, picikét. Nem tudom, lehet, hogy átrajzolták őket, ezt én nem tudom. Szevasz, Dávid, csása. A cicis csaj mindig kell. Ezzel csak egyet érteni tudok. Egyebet nem tudok elmondani, kérem kapcsolja ki. Szevasz, Kozim, csácsá. Mizu. Hamarosan ellenvég. Akkor játszottam vele, amikor megjelent. Hát, az már nem most volt.
amikor megjelent, hát várjál, az már 10 év volt legalább. Te se vagy sokkal öregebb. Jó, de... Biodízat a csaj. Elkezdted a kettőt? Na, király. Hello. Én is már nagyon várom, hogy elkezdjem. Hát nem kaptam meg az Epic-től, meg úgy senkitől, szóval... Megvettem, de... De ez olyan game, hogy leszarom. Ugyanez, hogy megveszem. Tehát, hogy ez... Úristen, remegő kézzel. Did you see my pipe? Ez egy jó kis story game. Gyors belenéztem egy-két streamerbe, aki tolt a billentyűzet, egérre játszom, az meg az LMV-ket. És így... Fogom a fejemet és fáj a szemem, amit látok. Egy tök jó story game, aminek az a lényege, hogy tudod, ez a misztikum rejtély, meg minden, és szépen lassan adagolja, és hogy normálisan irányíts, meg minden. Azt látod, hogy a karakter így rohangál, bazd meg a képernyőn, mert egérrel itt azért mozgat. Úristen, és mondom, fogom a fejem. Ez ilyen megalázzák a játékot. Kategória. De hát kinek mi, ugye? Én vagyok a túl maximalista. Sea of Thieves, persze, ezen én ismerem. Nem tudom, akarod-e TikTokra is, de lehet azért szólni fog, hogy durva. Már mindenért szól kizol a TikTok. Tehát, hogy kapja be. Én is durva vagyok, látod? Még miattam is szól. Josi, túl erőszakos vagy. Már mindenért szól. Én csak értékelést olvastam róla, elég komoly, azt mondják. Mondom, tehát én az IGN-nek olvastam a cikkét, hogy azt mondták, hogy évjátéka. És mondom, azért így kikeregedett a szemem, hogy ilyet az IGN írt, hogy mondom, az... Jó, lehet, hogy bennük is az a gyermeki... gyermeki, így mondom. Én, vagy szellemiség valami bennem is volt még annó 2010-ben, amikor játszottam ezt az LMV első részével Xbox 360-on. Jézusom, talán igaz sem volt, de nagyon, úristen, nagyon éltem. Szóval lehet, hogy ők sem miatt. Tehát 12-13 éve várjuk a folytatást. Ja. Bár, hogy elkezd, szívesen nézem, mert kíváncsi leszek rá, Kozik, hogy milyen lesz. Tehát az egész crossover, minden, tehát Max Payne miatt, meg így amit csináltak, nem tudom, mindegyre majd visszatérünk akkor, amikor elkezdem a gémet, mert erről beszélünk. De ezt úgy is fogom nektek majd mondani. De hogy a kontroll is, hogyha megvan, mármint a játék, ott is kontrollban is van egy kis ellenvékes easter egg a végén, kiderül, hogy egy univerzumban játszódik a két játék, és ott megy is itt a húzavona, hogy akkor most ez az egész dolog, ami a szervezet, ami a csaj, ahol dolgozik, ez köze van akkor az LMV-knél, amik ott történtek. Tehát, hogy nagyon sok minden így össze vannak húzva a szálak, és hát igen, a színészek is, aki a Max Payne-nek a szinkron hangja volt, tehát ő az egyik karakter, most így az LMV 2-be. Tehát, hogy fú. Nem csak a szinkronja volt, az arcát is adta hozzá. Na, megvan az erőd? Baszás. Nos. Szia Sári, szia, kellemes szép napot neked is, üdv a streamen. Ezzel fután egy kis LMV 2 lesz, ma jelent meg hivatalosan a játék. És azt fogjuk pörgetni, szóval érdemes itt maradni, egy laza, tehát egy fél óra kávé, és kezdünk is. Egy picit idélem, lenne a hang, az mindjárt meg is oldam, hogy ilyen problematika ne legyen itt. Jaj, Kizu, ez így van. A Pókember, azt végignézted, Kizu, vagy azt nem? Nem is toltad? Vagy toltad?
Az is olyan popcornos volt. Az egy kemény 28 órás popcornos mozi volt a Pókember. Fú, de imádtam. Na, de ez a durva, hogy látod mennyire rohanó a világ amúgy. Köszi DJ, köszi a követést. Hogy, tehát most jött ki a múlt héten a Pókember 2. És bár végig kellett, hogy idézőjebe mondom, hogy kellett, hogy jázd, mert már jön az LMV-nek a második része. És hogy annyira nyomás van rajtad ilyen téren, hogy jársz végig, de platinálsz ki, de úgy add elő, hogy jó legyen. Nem egyszerű. Nagyon, nagyon, nagyon nem egyszerű. Szevasz, Erik, csácsa. Megy az idő. Várom, hogy az embertig hazamegyek a melóból. Fél hétfele már nincs akkora mozgás szerencsére a városban. Csak részben, de még nem játszottam, nem akartam az egészet leszpoilerezni. Majd megveszem. Fú, nagyon jó lett Kizu. Nagyon király. Tényleg, tényleg nagyon jó lett. Tehát mondom, nekem 28 óra volt 28 óra volt platinázni a gémet. És nagyon éltem. Ezt nagyon-nagyon hatta. Minden egyes mellékküldetés, minden annyira fluid és élvezhető volt, hogy tény is, hogy voltak már repetitív dolgok. De azért azt sem, ebből is látszik, hogy nem mindegy, hogy kinél nézel a játékot, ki hogy játszik vele. Ezt most tényleg csak azért mondom, mert láttam olyan tartalomgyártót, aki például most a Pókemberről beszélek, nem nagyon használta a special move-okat, hanem kb. Csak az ütögetés, meg rúdosás, meg pókhálózgatás. És aztán valaki beírta a chatre, hogy ez nagyon repetitív, mert a harcrendszer tökre ugyanaz. Hogy négy néz már egy órája, és csak ugyanúgy. És én meg így pislogok, bicsoda, mondom, annyi move van a játékban ezek, hogy és annyira látványosan lehet megcsinálni a gémet, míg játszol vele, tehát tényleg nagyon. Csak valaki nem úgy használja. Szerintem. Tehát, hogy ebből is látszik, hogy nem mindegy, hogy itt néztek ilyen téren. Jobb lett, mint az első. Azt mondom, hogy az első az egy gyönyörű, megkomponált játék volt. A Miles Morales az egy elég erős DLC szaga van a gamenek. Én DLC-nek mondanám a Miles Morales, független attól, hogy különállóként jön kiadva. És szerintem sikerült számomra a Pókember 2-nek ezt a nézetre emelni. Annyira örültem, hogy nem volt benne az a köcsög görkolis csaj. Fú, de nagyon féltem tőle, hogy ez a Screwball benne lesz. De nem. Szerencsére nem. És tényleg minden mission a helyén volt. A gyűjthető cuccok is tökre érdemes megcsinálni mindent. Nem is spoiler ezek, de vannak jófej dolgok benne. Nem baj, nem volt benne, igen. Stop! I'm going broke! How do you do that? Oké. Okay. Erőd. 150 pa kell ahhoz. Hát ez csodálatos. Kalandvágy. Na nézzük. Azt mondja, hogy egy szarvú, abból egy unikorn is tudok kiszedni. Szóval kell egy unikorn is. Kulcs. Bőrönd. Tök király, nyer. Mi ez a szamár? Unikorn is az kell, király. Jó ez a kis mini dungeon, vagy nem tudom, hogy mondjam. Hogy meg lett csinálva. A király után a sárkány? Hogy néz ki? Kulcs. Király. Láda. Nagyon jó. Alien.
egyszarhú, azt kell, ki kell gyűjteni az egyszarhúknak szamarát is. Hát, szamara. Köcsök szamara. Nice. Oké, ez kell. Ez a szivárvány, ugye? Ez a folytatása. Jó. Nem jó. Várjál. Ott van. Fuck yeah. Megvan az egyszarvú unicorn is. Miért kapok 3 csillagot? Halló. Szevasz, Pistikém. Hello, hello. Minden oké, és minden oké, és telik a hét, meg a hónap, tök durva, hogy, október vége van már. Október 27-e, tehát... Hello. Csak pislákolok, hogy mikor lett október 27-e. Nagyon durva. Soon you'll have too much tension. Hát, ennyi kalandvány... Szedjem össze az embert, torta, béka, láb. Hét. Ez nem valami sok. De legalább sok olyan cuccot szedtem össze. Nézzük az értelem. Hát... Mondd meg. Annyiból jó, hogy ez slotos. Ügyesség és értelem. Erő és értelem. Hát ez... Max az erő miatt lehet jó. Amúgy... Annyira nem. Miért vagy ilyen ekkora köd? Okay, that's it. Aha. A true warrior feels no pain. Össze kéne szedni valami fasz a kis cuccot. Csak azért, hogy... Hogy előrébb tudjunk menni a kaziban. 14-es erő. Hát még amúgy ez is jaj, sokkal jobb a sebez. Páncél, kitartás és slotos is. Szevasz, Levi, Csácsel, sziasztok srácok. Mi a helyzet? Megy nagyban a lurkolás? Mi a terv, még mára csináltok valami értelmeset? Vagy már csak pihenés van? Bár ilyen szar időben nem hiszem, hogy bárki menne bárhova. De ki tudja. Még az sem kizárt, hogy megindultak. Értelem. Kitartám. A kitartás az oda. Jó. Na várjál. Csuka-csuka. Ügyesség, szerencse. Nem tudnál kicsikét jobb lootot adni? Csak úgy kérdezem. Erő, oppán, és csak plusz 20, viszont az életből meg lejjebb lesz, akkor az nem jó. De a varázs budogánál, bódénál, kéne beszerezni egy nagy fröccs életerő elixírt, ha ad, mert jó lenne egy XXL-es. Itt még nincs meg az a nagyon nagy szint. Nem akarja beadni? Szomorú lesz. Nem baj, akkor nézzük a többit. Értelem és ügyesség. Kitartás és szerencse. Kitartás 24. Az erőből minuszol.
Hát most nagyobbat kéne, hogy üssünk, ugye? Akkor inkább az erőre menjünk rá. Inkább az erőre menjünk rá. Kitart ez szerencse. Erő. Plusz 7, hát ez semmi. Ennél lesz jobb is. Értelem. Köszi. Elég, ha hülyék maradunk. Majd este tervezünk olvasni egyet, más terv olyan nagyon nincs. Hát én ma csak streamelni fogok, tervezek, mert ma, mondom, azt tervezem, hogy sokáig, hát olyan 10-ig legalább pörgetem a streamet, holnap meg már reggel 8-kor stream van. Szóval most így kb. Ennyi is a terv. Lemosz az SF-et, utána elkezdem az LMV-ket, és aztán pedig holnap megérkezem megint reggel. Lehetne pörgetni a közös gémeket, délután meg tök faragós stream lesz, arra is még elő kell készülni. Még ki kell találjam, hogy milyen, mit fogok kifaragni. Mert még azt se döntöttem el, hogy mi legyen rajta. Erő, értelem. Értelem és kitartás. Szerencse. Na, ez talán még jó lehet, a kitartás szerencse. Mert a dodzsolások miatt mindig jó, hogyha van. Olyasmi. Viszont a nyakba akasztós. Várjál. Nem, azt mondom, még nem tudom, mit faragok a tökre. Azon gondolkodok most, vagy gondolkodtam. Lehet, még annyit csinálok stream után, hogy keresek pár ilyen ötletet, ami a tök arcra rá lehet majd rakni. Ó, kitartás is erő. Király. És akkor lehet, hogy majd azt úgy rápattintom. De még tényleg nem tudom, hogy mi lenne a legopcionálisabb rá. Mert tavaly két tököt is kifaragtam, de most csak egy lesz. És nem akarom annyira túlzásba vinni. Nem oké, hogy évente csak egyszer van Halloween, és egyszer van tök faragó stream is, de egy idő után az emberek azért megunják. Tehát ha nem újítasz be folyamatosan, de folyamatosan nem is lehet beújítani. Tehát, hogy és én nem tudom, hogy ki az, aki minden alkalommal meg tud újulni. Azért ahhoz kell valami. Valami nem tudom micsoda. Több ember. Mert hogyha már neked a kreativitásod már nem annyira szárnyal, vagy nem azt, hogy nem szárnyal, tehát hogy oké, nekem is vannak ötleteim, csak hogy egy idő után azért belemegyek én is abba a kis hibába, hogy egy sémán mozgok, szóval függetlenül, hogy új a gondolatmenet, nem sokban tér el, egy különbözik az előzőtől. És erre én is próbálok figyelni, most ha csak az overlay-ekről beszélünk, ott is. Tehát másképp nézzen ki a dolog, ne ugyanaz legyen, mint fél éve, egy éve. Azt nehéz elkerülni. Egyesség értelem. Csába is már. Adjál már egy jót. Hát nem akar. Hát sok jó forma van, amit ki lehet faragni amúgy tökökből, igen, csak jó, most hogy megvettem ezt az újabb készletet. Remélem, hogy ezzel is még könnyebb dolgom lesz, mert semmi extra. Csak ez fémből van. Na jól tudom, de majd megnézem, tehát hogy... mert annó, ahogy kezdtem a tökfaragást, az snitzerrel, meg késsel, konyhakéssel, nem ajánlom senkinek, nem jó. Lehet venni ilyen tökmenő kis recés cuccot, az tényleg sokkal egyszerűbb azzal, higgyétek el. Erő, értelem, szlotos. Jó, kell nekünk dicsőség fal, de azt valahogy úgy kell megcsinálni. 21, 21.
dobunk rá. Ja, oké, aztán dicsőség. 25-esek vagyunk, hát kéne találni olyan szintűeket. Huszonötös. Kenyérvágóval. Hát igen, azt mondom, hogy valaki kenyérvágó késsel csinál, de nem tudsz annyira olyanokat kifaragni belőle, hogyha ilyen nagy robosztus késsel ugrasz neki. Ó, az majdnem meg volt. Valkír. Kérek. Négyes. Mert ti még nem faragtatok, vagy mindig úgy faragtok tököt, hogy ilyen konyhakés, meg olló, meg ilyenek? Tehát, hogy nem vettetek még ilyen kis mini műtyűreszköz? Szerintem az tök jól tud működni. Tudom, én 2 éve vettem meg, és azóta is áldom a napot, mert szerintem tök jól működik. Hozzá eszközöd? Na, király. Szevasz, Vili. Ja, azt is olyan eszközzel farigcsáltad? Láttam amúgy, ami az ablakban volt, ugye? Arra mondod. Azt láttam. Igen, azt láttam. Azt mondja, hogy... Hát fia, hogyha már van olyan cucc hozzá, akkor annyira nem kell nagy ügyesség szerintem, mert pont az, hogy megrajzolod a kontúrját, utána sokkal egyszerűbb már azzal a kis metszővel kiszedni, mint konyhakéssel dikicselni, vagy snitzerrel, amivel még 2-szer is elvághatod a kezed. 24. Hopp, a picsába is. 23. Szevasz, Cobra Kai, szia. De jó neved van? Láttam a sorozatot, mind az összes részét megnéztem. És nagyon várom, hogy érkezzen az 5. évad talán, az a záró. 5. talán. Bár a srácra haragszom, aki a kék bogár. Ugye? Igen. Kék bogár van benne. Ő volt az első évad nagy felfedezetje, a nagy kungfus, meg minden. És úgy elhízott a nem tudom, hanyadik évadra. Azt mondom, gyerekek, mondom, itt egy olyan karakterről beszélünk, aki azt játssza, hogy nagyon jól tud verekedni, meg minden, és hogy annak ki kéne libasznia, vagy baszva lennie, bocsánat, mint hogy guruljon. Szóval ennyi a gyereknek, de talán azóta már összeszedte magát. Erre mondják, hogy csak egy dolgod volt. 24-es. Papírból csináltam sziluettvágást, ami azt jelenti, hogy több papírlapból ki kell vágni sok ismétlődő elemet, aztán egymásra kell ragasztani. Vastag ragasztó kockával, megvilágítva, térhatású lesz az egész. Ó, jól hangzik amúgy. Szevasz Daniel, szia Honvéd FC, hello. Érdekes ez a technika, nem hallottam még ilyen egymásról, egymás ragasztásról.
A 24-es. Ellenvég? Mindjárt lesz egy 10 perc kb. Előtte még szerintem megnézzük az IGN-nek az összegzőjét, mert sokan nem tudják, hogy mi a helyzet, és gondoltam rajta, hogy lehet, hogy meg kéne nézni, hogy mi történt az LMV-k első részében, mert sokan nem tudják. Hogy állunk 146, abból rádobok még. Oda! Nagyon jó, nézzük a kazit, meg tudom csinálni. 34. Hát ez már túl erős. Ehhez meg már kiskutyák vagyunk. 40-es szintet dob be a 30-as után, ez jó gané. És kaptam egy hát elég érdekes kis gyűrűt. Viszont az erőtöt meg tudom csinálni. Bám, ott is van. Az erődöt nemrég már kifosztották, hát mekkora rohadék, még erődöm se volt, és már kifosztottak. Azért álljon már meg a menet, hát egy bazeg Halloween van, és lecsórósodok? Gyerekek? Ilyet? Na mindegy. Elküldöm melózni az emberemet, aztán jó lesz az egynek. Majd nézzétek vissza a YouTube-on, fent van felkiáltója, lesef, csákoljátok le, ott a kód még novemberig tudjátok használni, nézzétek meg, és gyertek fel a legújabb szerverre, ami az EU7-es Szeru. Fent van, és csekkoljátok le mindenféleképpen. Fuck yeah!